egyetlen idegenbeli meccsét tudta megnyerni eddig a szezonban az Újpest. Itt Székesfehérváron még augusztus elején a Puskás Akadémia ellen 2-1-re diadalmaskodott a lilafehér csapat, amely azonban 2009 óta nem tudott nyerni a Videotonnal szemben. Egyébként is 100%-os hazai környezetben a listavezető, tehát cseppet sem ígérkezik könnyűnek az Újpest feladata. Próbálnak lendületből megindulni a fehérváriak, kioszt egy kötényt Kleinheisler. Kleinheisler, mekkora szóló volt! Nildo szépen hagyja ott Sándornak. Sándor laposan, Zélu is elengedi, Kleinheisler és Balajca nagy védése. Aztán egy hatalmas blokk, és Parajba hagyja ki végleg a lehetőséget. Nildo egy kellemetlen lövés. Balajca fogja a labdát. Nildo hozza el, Zélu is futtatja, aztán Vermes oldalra néz, és Zélu is már előtte van, vezet a Videóton. Egy megingás, és kihasználja a vendégcsapat. Vermes Krisztián, Zélu is egy az egyben megverte. Versenyfutásban, és aztán test elleni küzdelemben is. Balogh Balázs néhány igazítás után, Simon. Jaj, de jó lövés volt, Kalatayud. Na nézzük ezt közben. Huanán nem éri el, Nildo, milyen csel! Büntetőhöz jut a Videóton, és kioszt még egy lapot is a játékvezető. Ngava kapja, és piros a színe. Akcióból már betalált, és a kapufára rúgja a büntetőt. Pillanatok alatt főszereplő lett, adott egy gólpassz Nildo. Ez a lövése már besurran. Az első félidőben néhány centivel mellé lőtt, ez viszont hajszál pontos. Simon megszerezte a labdát, de aztán vissza akart vele fordulni, hiba volt. Szolnoki, és kapura pattan végül Vermesről, de nem valami erősen csorog a gólvonal felé a labda, így aztán Balajca könnyedén elcsípi. Stopi rá. Jó az. Litauszki mögé kerülnek. Anton, és bevágja az élő is. Ami nem ment büntetőből, az összejön akcióból. Itt a második gólja a meccsen. Kanéra mellett Lázár még egyet tor rajta. Simon gól helyzetben. Oldalháló. Szolnoki közben. Balajcának közbe kell avatkoznia. Tökéletes indítás. Gyurcsó, micsoda csel. Kiüti Balajca, de középre, ez pedig elakad. Nildo ismétlése, már másodszor. Még az első félidőben volt egy Balajca védés, ami után Nildo ismételt, ott Ngava tisztázott, és ezt is kivágják a gólvonal elől. Nincs már idő egy újabb támadásra. Vége a mérkőzésnek.